Nos. On PUBG. De kurva szar minőségbe. Meg most valamiért be se tölti a képet. Hallgass. Amúgy cső. De szeretem az OBS-t, Istenem. De most miért most kell basztatni a kurva autót? Megállás nélkül. Csak padlózni neki. Miért jó ez egy helybe? Utálom ezeket. Miért? Nem tudom. Számolja ki 3-tól. Tudom miért. De most sem látszik a lány. Pedig már 106 FPS-en van. Mindjárt hányok a grafikától. Nem lehet felszedni a cuccokat. Szóval Szöcsi. És még mindig nincs kép. Nem engedi felszedni a kettes táskát. Nagyon jó. Várjatok, itt valamit kell tennem, mert fú, de utálom az OBS-t. Nem ismeri fel játékként a PUBG-t. De mindjárt megoldom talán. Le nem lőttek, de nem hallod. Várjál, 53-on élek még. Itt próbálom tesztelgetni, hogy mit tegyek, hogy jó legyen ez a szal. De így is megvan az FPS. És így már ablak módban van, így már érzékelnie kellene a játékot, de még mindig nem érzékeli. Hú, bazd meg a kurva anyádat. Hát akkor így lesz. Ez az. Na, gyönyörű. Oda néz, micsoda fák. És akkor milyen a very low grafika?
hogy jó le az inventory-t. Nem is olyan rossz ez. Amúgy szavasz, Rich. Nem lett jó az izé, mi? Farming nem jó. Már most esküszöm, inkább farmingoznék. Nem szeretem a PUBG Lite-ot. Igen, ez egy PUBG Lite. Személyesen. Csak low grafikán. De amúgy érted, live-on kívül megy full grafikán. 200 FPS meg ilyenek. Live közben low grafikán van 60 FPS-en. És akkor örülhetek magamnak, hogyha van 60. És a kurva inventory-t még mindig? Na, végre. Okos játék, nem a sniperre rakja rá a 6x-et. Az a baj, ilyen beállításokkal nem is látok messzire. Csak közelre. De valamit mondjatok, valami másik játékot, mert ezzel max egyet-kettőt fogok menni. Hú, soha nem lesz már meg a videokártyám, Istenem. Ah, úgy várom. GTA 5 persze. Gépen. PUBG Lite nem megy live-ba. Akkor a GTA 5 az menni fog. Milyen videókártya? Hát ilyen videókártya. Amúgy egy GT 1030. Mert most 760 van benn. Használt videokártyát nem akarok venni, mert tudnák venni jobbat is. De használtan nem akarok. És inkább veszek új egy 1030-as GT-t. Régen tök jó grafikán szoktam én erről a játékról live-okat csinálni. És nem tudom miért szaggat így is. Nem kéne neki. De fájhatod, az meg.
hogy 500 kilométerre van egymástól a ház, vagy a város, bazd meg, hogy véletlenül se lehessen találni normális cuccokat. Na, erre a szóra. Kettest vegyed elő, te csicska. Hol vagytok, bazd meg? Na, az is megint az öreg. Na, a PUBG Live-ba erre figyeljetek, hogy hozzáér egy falevél a testéhez a karakterednek, és megdől lesz. Mert szar a játék. Ezt minek szedem össze? Ja, már tudom, mert vektorozni fogok szépen. Kurvára kell még 9 millis. Ezek most 7.62 most van. Meg az a retkes kör. Ezen a szar pályán nincs egy autó, bazd meg. Megbaszott. És nézzétek meg! Nézd meg, hogy hatodszorra is, bazd meg, nekem, én kapom a faszt! Bazd meg. Kurva életben már.
Illuminati. Azt a, nézzétek meg, hogy ez direkt kibaszik fel az a játék. De jó lenne most az a drop, az meg. De el kell indulnom. Mindjárt kiúrik a squad ebből a kis izéből. Ezt szerintem nekem akartál. Ja nem, harcolnak, jó. De vedd elő a kurva snipert. Nagyon szar ez a kar. Mi a fasz? Látod milyen bagos szar, bazd meg? Nem áll fel a csóró, geci. Szóval 100 felől meglőnek, és akkor oda néz a gyerek, bazd meg. Lekempeli az egészet, és akkor 8 felől lőnek téged egyszer. És akkor kezdjél valamit egyedül a geci noob csapattársaid nélkül, mert megdöglenek az első pillanatban. Spektétel a faszom. Hitler a neve, aki megölt. Jó, ez a játék, ez mindig ezt csinálja. Egyszer csak gondol egyet és befagy. Azért most leszarom. És szépen.
Farmingozok egyet. A picsába bele. Mivel ezt is megvettem. Ja, várja, akkor hozok egy töltőt a telefonomnak. Na, de ez Discordon kéne, ám tényleg. Megcsináltad a Discordot? Mert az amúgy még kevesebb netet is fogyaszt. Töltsd le gyorsan a Discordot, meg lehet gyorsan csinálni. Várj, akkor Ricsi, akkor belépek én is a Discordba. Kurva élet. Ha meglátnám a Discordot, hogy hol van, na végre. És
Akkor van egy ilyen kód, hogy kettős kereszt, és akkor utána számok vannak. Azt kéne nekem mondanod, hogyha beregisztráltál azután. Na végre. Akkor gyertek mindketten. Csinálok egy izékát. Várja, na mindegy. Oké. Csináltam egy szervert. Ezt kimásolom. És elküldöm nektek. Jó. Facebookon mindkettőtöknek. Akkor csak rá kell nyomni a linkre, és akkor állítólag és bevisz a... hogy hívják be. Hogyha mozogna ez a szar... ezer dolog meg van nyitva. Ó, te fú, de utálom ezt a gépet, hogy széttörném, esküszöm. Ne a szart nagyítsd ki. Légy szíves, te geci. Hanem ezt. Na, Ricsi már itt van. Elküldöm az alánnak is. Igen, nézzétek, hogy a Komlóci Krisztián bulizik közbe. Ügyesen, okosan. Na. Hát joinolj be a szerverre. Nem tudok írni. Na, oké. Akkor mindenki itt van. Vagy csak lenne.
No. Na, szarjáték, egy hangot engedsz állítani. Nem. Gratulálok a készítőknek. Hát de akkor, oh my god. Várjál, felhívom, hát így inkább. Na, valaki jöjjön már ebbe a kurva hívásba. Hát de nem jelzi, ezt nem jelzi, hogy lehetne megcsinálni, hogy akkor jelölj te bazd meg, vagy valami. Ott van bal oldalt, hogy csatlakozni lehet. Vagy valahol ott van, hogy lehet csatlakozni a kurva híváshoz, de mindjárt le fogom szarni végül. Senki. Mert nem fogadja el a barát kérelmet. És akkor fel tudnám, meg tudnám csörgetni. De bazd meg, nem igaz? Jé, bazd meg, sikerült. Azt hittem már soha Hallom. nem fog. Hallok át. Okay. Na. Na. Akkor jó minden. Aha. Annyi, hogy majd a játék hangerejéből vegyél, mert nem hallgatok a hangod a live-ba. Ja, fasza.
Ennyi biztos elég lesz így. Ezt felbaszom maxra. Na most már jó lesz szerintem. Kicsit szellemi fogyatékos ez a segítő. Várjál, mert semmit nem hallottam. Fel kell... Mindjárt felhangosítalak, jó? Csak a rák tudja már, hogy hol kell. Hát kurvára nem itt. Már itt a... itt tuti, és akkor... Mondj valamit. Hát eléggé nagy fogyatékos ez a munka. Oké, most már jó lesz. Meg lehúzom ennek a játéknak a hangját, mert... Csak így lehet. Szeretem ezt a játékot is. Zene. Zene bona. Na végre. Na, tegnap felmentem be a játékba, és vetettem búzát, meg azt hiszem, hát ez az, azt hiszem, sőt, tuti. És nem ad izét. Szalmát, de miért? Már a kombánynak át kell állítani, nekem ez a pont és kérdőjel, ugye azt, hogy ha megnyomod, akkor tudsz választani, hogy dobjon szalmát, vagy ne dobjon. Pont és kérdőjel. Vagy mi? Igen, van, hogyha megnyomod, nekem úgy van, hogy... Mert rendezett szárszórás kikapcsolása. Igen, és azt kell bekapcsolni. Hát... Szerintem így van, bekapcsolva. Ugye meglátjuk. Ja, oké. Akkor a teheneknek nem is kell főbálázod, hanem abban a zöld napot. Ja, azt tudom. Könnyed. Amúgy nagyon nem hallatszik a te hangod, baszki. Mert az azt várjál. Már tudom, mi a gond. A kurva játéknak a hangerejét kell teljesen kikapcsolnom. És akkor jó lesz. Szóval mindent lehúzok. Nem, nem, igen, úgy. És kommentés. És akkor így mindkettőnk hangja ugyanúgy fog hangozni, vagyis ugyanolyan hangos lesz, ha minden igaz. Jó. Oké. Soha nem lépek ki többször, leszarom. Oh.
Mondj valamit! Mit mondjak? Valamit mondtam már, mondtam, mondtam. Hallasz? Jó? Fasza? Minden? Adtam rá kis hangerőt. Mi? Adtam rá kis hangot. Ja, jó. Ebből nem lesz valami kurva sok anyag. Hát abból a földből talán kijön egy tartályjal. Már mint a mag, de szalmából lesz. Olyan hülyén dolgoznak ezek a segítők, bazd meg. Ez szellemi fogyatékosok. Ja, nekem az ötös nagy területnél az egész földnek a feléig megy és visszafordul. Haszt, kurva. Tudnám, mitől lángolok el. Mi? Ja, közben én is tudom, hogy a fest. Ja. Hallod? Hallom. Nem kell egy videókártya majd? Ezt mondd meg egyszer, mert akadozott volna. Nem kell videókártya? Nem, remélem legalábbis, mert most a múltkori két halál azért betett nekem rendesen. De nem azt mondom, hogy... Mert akkor bizt szerintem nem laggolna akkor. Mert... Ja, de hát okoztam amúgy, hogy kéne venni. Mert én ezt eladom olcsón, ami most van benn, mert... Nekem ezt innen tüntessék el, ezt a videókártyát, mert én széttöröm. Nem lehet vele live-ozni. Annyira nem normális egy videókártya, hogy mikor nem live-ozok, hallod, minden játékot full grafon, lagmentesen, kurva jól visz. Elindítom a live-ot, olyan, mintha benn lenne valami izi, 1000 éves videókártya, úgy laggol. Igen, sokat számít, hogy álljon az ember. Igen. Nagyon sokat. Hát főleg ilyen izé, zacskós internettel. Hát semmi ereje nincsen. Ez is jó lesz ezzel összeszedni.
Várjál, hogyan forog az a kis szar? Így. Szerintem ma egy kicsit sok live volt. Ja, hát annyi volt az egyel egy LTS, igaz? Ja. LTS, egy félig meddig PUBG, egy FS, egy volt a Monstrumból egy live. Ja, az jó az a játék, szerinted? Aha. Ja. Mert én kurvára beszartam. Én is. Mi? Amikor a buszát mi... Hoppá. A net miatt ott csatlakoztam be, ahol írtam, hogy... Hali. Ja, fasza. Pont azután, ja igen, már emlékszek, pont azelőtt izé rohantam azelől a köcsög elől. Ja. Tegnap Beszaratok. este miért nem világít a YouTube-ok? Aha. Azt hiszem megint zúdott valami, vagy valami ilyesmi történt. Na. Megnyomtam a gombot, be se kapcsol. Tényleg? Elvitte a... Ja. Az fasza. Én most mobilnetre vagyok. El kellett menni a tölteni a telefonomra a világ másik oldalára. Itt, ahol mi lakunk, tőlem 3 kilométerre van egy bolt. Az jó. Akkor ezt így egészbe ezzel a kocsi ízével elviszem a cuccot, igaz? Igen, és elég, hogyha csak oda parkol felé, nem Ja. beöntödnek. És ha ezt menüben majd megnézed a szarvas marhákat, ott írja is, hogy hány százalékos a termelési szint. De így komolyabban akarsz foglalkozni állattermesztéssel, de ha csak a trágya kell mondjuk, vagy a... Mi a fene? Trágya, vagy a híd trágya, akkor... elég, hogyha csak szarvát rakd be neki. Várjál, most Elmelyik. nem tudom, hol van ez a izé.
Itt a bolt felé, ugye? Itt. Igen, a bolt. Jaj, nem látogatás. Baszódj meg. Mi az? Hely megcímkézése kell nekünk. Oké. PS-ről meg nem enged live-olni. Na. Elindul Van. és akkor egy ilyen 10 másodpercig megy. Aztán kiírja, hogy a... Ó, kurva anyád. Kiírja, hogy... valami foglalt, valami hálózati szerver, vagy a farok tudja, hogy mi foglalt. Érdekes. Beakadtam egy pixelbe. Ez komoly ez a játék. Isten! Na végre! Ezzel vigyázni kell. Jaj. Jaj. Hova kell állnom akkor? Várjál. Ide ebbe a izébe. Mindjárt megmondom, hogy oda jössz a fanhoz. Lesz majd egy nagy fal, kanyarod le balra. Nagy fal. A szemben lévő épülethez. Ez nem az, nem ide kell önteni. Az a baj, hogy késik a live, és akkor én ilyenkor nem tudom, miről beszélsz. Már itt hátul, vagy hol? Oda be, abba az épületbe. Nekem most van ott, hogy most nézd a silótárolóba oda. Két fal közé. Várj, akkor vissza. Ott melletted lévő épületbe, oda kell. Aha. Csak oda valahogy be kéne nekem tolatni, igaz? Csak rájöd elé. Nem oda, nem oda. Konkrét. Hogy mondjam? Ahol van ez a nagy épület ott mellette, ott előtte, ahol vannak a vályuk. Ide, nem? Majd mindjárt meglátod, szerintem most jó helyen vagyok.
Kb. Olyan 20-25 másodpercet késik a live. Igen. Jó helyre, jó helyen vagy. Oké, akkor kirakom itt. Az ötöt valami végső befogadás kér, mi? Jó, mindegy. Ja, igen, minél több telned van, annál több talalma kell neki. De most maxon van, azt hiszem. Vagyis többet nem engedett belerakni. Mindjárt És próbálom. vettél állatokat? Mi? Vettél állatokat? Persze. 20 darabot. Ja, hát akkor annyi megtelt a váljú. Nem tudja ezt. Ja, azt írja, hogy 6 napi etetésre elég. Igen. És többivel mit csináljak? Hagyjam itt, vagy... Ha bemész a boltba, Igen. az építményekhez. Ja, elhelyezhető tárgyak, ugye? Igen. És akkor ott... És mindjárt mondom, hogy hát, nézzük. A nagy kiló bővítmény mellett van egy ilyen, hogy szén a padlás. Aha. Azt rak le oda a környezetbe, és akkor ahol van ez a kék valami előtte, Várja. akkor oda tolasz, és ebbe el tudod tárolni. Biztos, hogy rossz oldalra raktam le, úgyhogy meg kell fordulnom, bazd meg. Na, nem erőd a fiasan, ne jó? Ő van ott előtted az úton. Mi? Ott előtted a... Van egy ilyen zöld fűkos fű, mellette két út. Oda helyezd le valahova. Ja, nem ide az izéhoz kell, nem ide a padláshoz. Jó, semmi nem szóltam. Nem látom, hogy elraknom. A De utálom. beszélgetés is? Jó hallgató nélkül is működik? Mi? Persze. Oké. Okay. Jó, már rájöttem, mert lemerült a fülhallgató. Hát sokkal jobb a hang, hallod? Na. Sokkal jobb a telefonod mikrofonja, mint az a fülhallgató mikrofonja. Ja, semmi, bocsikja. A izét. Nem tudok oda tolatni. Ezt nem tudom oda betolni. Van egyen, most éppen küszködök, már ugye eddig a hangot úgy tudtam optimalizálni, hogy a médiát levettem, csak most már a hívást is leveszi. Ja. Teljesen. Mindjárt ügyködök valamit. Most mondj valamit. Mondok.
Oké, jó, megvan. Ha kiburítom és eltűnik, akkor gondolom ide a padlásra, ebbe a szénapadlásba ment akkor, ugye? Ide a cső elé burítottam. Igen, oda kell. Oké. Okay. Akkor a másik oldalán meg van ilyen cső, ott meg ki tudod belőle tölteni. Ja. Akkor zsalunk haza. Az ajtón. Na, szerintem én lelövöm a streamet. Már elég volt. Egy egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulunk idős honfitársainkhoz. Maradjanak otthon. Tudjuk, hogy a koronavírus nagyon gyorsan terjed, és ma már tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. Mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat. Ellátásukról az önkormányzatok kötelesek gondoskodni. Szükség esetén forduljanak a helyi önkormányzathoz. Ez a vírus mindannyiunk életére nagy hatással van. De ha betartjuk a fő szabályokat, elkerülhetjük a nagyobb bajt. Vigyázzunk egymásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Egy egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulunk idős honfitársainkhoz. Maradjanak otthon. Tudjuk, hogy a koronavírus nagyon gyorsan terjed, és ma már tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. Mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat. Ellátásukról az önkormányzatok kötelesek gondoskodni. Szükség esetén forduljanak a helyi önkormányzathoz. Ez a vírus mindannyiunk életére nagy hatással van. De ha betartjuk a fő szabályokat, elkerülhetjük a nagyobb bajt. Vigyázzunk egymásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából.